A második fordulóban a zöld-fehérben játszó Lébényt fogadta a János Somorja a hazai pályán. Ez volt az első hazai mérkőzésünk a 2015-16-os bajnokságban. Egyik gárda sem rajtolt túlságosan jól. A miénk 3-2-re kikaptak a Győr Szent Iván otthonában, egy újonc csapatról van szó, míg a Lébény 2-1-re maradt alul a megerősödött Ötevénnyel szemben. Tavaly nagyon fontos mérkőzésen nyertünk itt 2-0-ra, akkor a bentmaradásunk volt a tét. A tavaszi fordulók vége felé egy hasonló eredménnyel kiegyeztünk volna a mérkőzés előtt. Nagyon agilisan kezdi a János Somorja a találkozót, labdaszerzés az ellenfél tér felén, aztán pedig egy lövőhelyzet, Tóth Kristóf pedig a kipattanó labdát a hálóba helyezi, Majdics próbálkozását még hárítja Tóth Martin, aztán a kipattanónál már nincs pardon. Nagyon gyors támadásvezetés az indítástól kezdve, nem érnek vissza a védők, nem tudnak segíteni a hálóőrnek, és itt látszik, hogy nagyon rossz helyre üti ki, de hát a védéssel volt elfoglalva, innen már Tóth Kristófnak nincs nehéz dolga, tőle indult az akció és fel is ért a támadással, góla jutalma, 12 percnyi játék után megvan a vezetés. Furban adja középre a labdát, negyed óra elteltével Tóth Kristóf próbálkozik ismét. Ezúttal nem járt sikerrel, de több védő is szorongatta a 16-os környékén a támadót. Nincsenek lébényi helyzetek az első félidő derekán, amikor Tüske rúgja ki a labdát. Nagyon nagy hiba Sallaitól, saját kapuja felé csúsztatja meg. Majdics elindul, leráz magáról egy védőt, elhúzza a másik mellett is, aztán pedig a rövid oldalra teszi vissza a labdát, ami nagyon lassan gurul, de mattolja a teljes lébényi védelmet. Tóth Martin már nem tudott visszanyúlni érte, hiszen mögé jött a labda. És a volt Gyirmóti játékos góllal mutatkozik be a János Somorjai közönségnek. Utánpótlás gólkirályról van szó a Gyirmót színeiben, aki egy óvári kitérő után igazolt János Somorjára. Ezúttal három védő sem tudta megállítani. És megint ő lesz a főszereplő, nagyszerű kiugratást kap Cseritől. Tóth azonban kilép a kapuból és az utolsó pillanatban hárítani tud. Majdics rendszeresen a frászt hozta a lébényi védőkre. Egy perccel az előző akció után egy lébényi próbálkozás a bal oldalról. Szalai oda ajándékozza a labdát Tóbiásnak. Ő tavaly még Csornán rúgta a labdát, ezúttal nem borzolja túlságosan a kedélyeket. Nem volt erő a lövésben, Tüske magabiztosan hárít. Nem sokszor volt dolga a kapusnak a meccsen. Egy újabb János Somorjai helyzet. Furmannak kell furcsa szögből kapu felé továbbítani a labdát. Szöglet után nem is tudott rendesen rádőlni, ez a lövés elhagyta a kaput. Második félidő, egy szabadrúgás, amit Cseri csúsztat meg, Tóth Martin ezúttal hárítani tud. Ott folytatja a János Somorja, ahol abba hagyta az első félidőben. Sok volt a test-testereni harc, ebből is jobban jönnek ki a mieink. Cseriék egymást zavarják a 16-os környékén, aztán Fetikhez pattan a labda. Irányt változtat még egy hátvéden is, Tóth azonban odaért. Nincs meg a harmadik János Somorjai gól, de folyamatosan gyártja a helyzeteket a hazai csapat. Egy szabadrúgás kombináció, Tóth Kristóf csak átlépi, szabados pedig kapura tekeri. Tóth Martinnak nem kellett játékba avatkozni, a csapódott lefelé rendesen a labda, de a léc fölött elhagyta a játékteret. A második félidő derekán járunk, amikor egy hazaadás, zavarba hozzák saját kapusukat a lébényiek, Tóth Kristóf pedig jól ismeri fel a helyzetet, és szinte a térfél közepéről emeli át a hátvéd és a kapus fölött. Hatalmas védelmi hiba és egy nagyon látványos megoldás. Könyörtelenül kihasználja János Somorja az újabb lébényi megingást. A vendégeknek folyamatosan nyomás alatt kell játszaniuk saját térfelükön is. Látszik, hogy három János Somorja a labda környékén. Tóth Martin nem tudja hova tenni. A védők nem segítenek rajta. Tóth Kristófnak pedig innentől ez már rutin munka. Második gólját szerzi a támadó a találkozón, és ezzel el is dől a mérkőzés. 3-0 ide teljesen megérdemelten. Helyzetei sincsenek a vendégeknek. Megint Majdics az, aki gondot okoz, két védővel szemben simán elviszi a labdát. Középen érkezik a csereként beállt Szalka, neki szánná a csatár. Az átadás azonban egy picit rövid, Darázs még gólt szerezhetne, de nincs erő a lövésben, talán saját maga is meglepődött, hogy helyzetbe került. Egy szabadrúgás Szalkától, amit megcsúsztatnak középen a mieink, Tóth Kristóf volt az, szabados pedig az ötösön belülről nem találja a labdát. Nincs meg a negyedik János Somorjai gól, de egymást érik a hazai helyzetek, nem tud kijönni a tér feléről sem a lébény. Egy furcsa megoldás Sallaitól hátul, Szalka megvárja, amíg eltávolodnak tőle a védők, aztán lő, ebben sem volt különösebb erő.
de egy újabb jelzés, hogy a lébény a felezővonalat sem nagyon tudta átlépni a második félidőben. Helyzetek nélkül pedig gólt sem tudtak szerezni. A mieink 3-ig jutottak, ezzel a 6. helyen állnak 2 forduló után a tabellán. Hazai pályán sokkal imponálóbb tehát a játék és az eredmény itt idegenben. Az ehhez hasonló folytatásban bízhatunk. Vasárnap 17 órától Rajkán vendég szerepel az együttes. A mi szempontunkból katasztrofális volt. A János Somorjának volt 2 nagyon gyors csatára. Megoldatlan feladatok elállítottak akkor, amikor oda passzoltuk nekik a labdát, tehát könnyörtelen kihasználták a mi hibáinkat. Én is úgy éreztem, hogy jobbak voltunk a lébényi csapatnál az egész mérkőzésen. Igazából a mi akaratunk érvényesült. A csapat ma jól felfogásban játszott, sokat dolgozott azért, hogy sok helyzetet alakítson ki. Én azt gondolom, a 3 gól az ellenfél nézre hívzelgő.